Szeretettel köszöntelek benneteket. Polgár Zoltánnal és Göncsö Gyulával beszélgettünk a nyár utolsó napján 2015-ben, augusztus 31-e van, és nagyon fontos közéleti és a magyar nemzet sorsát is érintő kérdések fognak ma is terítékre kerülni. Ugye, ha szorosan vesszük a témánkat, és devizételes híradóként tekintünk erre a mai mondani valóra is, hiszen a kiindulásokon túl mindig ez a téma, akkor elő kell vennünk az aktualitást, ez pedig a Magáncsőd intézménye, ami napokon belül elkezdődik, és gyakorlatilag ez egy új fokozata az átverésnek, az adósok átverésének és az adósok vagyonának a eltüntetésére. Gyakorlatilag egy olyan pénzügyi gyámság alá helyeznék az adóst, amivel egyszerűen nem lehet kitörni, hogy akárba ültetnek egy államilag kinevezett csődbiztos, az államilag csődbiztos felméri a vagyonát, és gyakorlatilag a csődbiztos a saját meglátása szerint úgy osztja be ezt a vagyont hosszú-hosszú éveken keresztül, ahogy ő azt jónak látja. Természetesen azt, hogy ő hogy látja jónak, ezt mindig a bank határozza meg, a pénzintézet, és hogyha esetleg ez a dolog lezajlik, akkor is egy ígérvénye van csak az adósnak, mégpedig az az ígérvény, hogyha 5-7 éven keresztül a csődbiztos által kijelölt megszorításokat véghez viszi, akkor esetleg még akár 50% kedvezményt is kaphat, de ez nincs lefixálva. Első kérdésként egy általános jogelvet vetnék föl. A társadalom széles rétegeit érintő törvényeket társadalmi egyeztetésekkel meghozni. Ez a társadalmi egyeztetési törvényrendszer, ez működött nagyon sokáig, a jelenlegi Orbán kormányzat vezette ki ezt a jogalkotásból, és hoznak olyan törvényeket, amik szinte alig vannak megtárgyalva. Az én álláspontom szerint ez a magáncsőd intézménye átgondolva nincsen. Nekem alapvetően, miután még nem tudjuk, hogy hogyan működik a gyakorlatban, jogi észrevételeim, tehát kritikai észrevételeim egyre nem nagyon vannak erre, de alapvetően egy olyan észrevételem van, hogy egy 70 éves vagy egy 60 éves ember nyakába odaültetnek, mint csak ezt tudom elképzelni, egy 20-25 éves embert, aki ostorral él fejét, hogy erre nem köthetsz, arra nem köthetsz. Ugye ma egy pár rendelkezésének a törvénynek napvilágot látott, 47 ezer forint maradhat az adott magáncsőddel érintett embernek a saját rendelkezés alatt, hogy összes többi pénzzel a csődbiztos rendelkezik. Ami annyit jelent, hogy ez utoljára ez egy ilyen modernkori rabszolgasság, amikor a ember dolgozott, és vagy a jobbátság, tehát a földes úri hűbéri jobbátság klasszikus visszavezetése 21. századi mázzal leöntve, dolgozik a jobbágy, megtermeli a 2000 forintos értékét, és 47 ezer forintot hagynak nála. Adott tévécsatornának a riportjával elhangzott, hogy a természetesen, mondta a 20 éves fiatal titán, aki már mindent tud természetesen, mindenképpen legelső a törlesztő részletek fizetés, és minden csak utána jön. Ugye gyakorlatilag ennyi ennek a lényege, embertelennek tartom, és ez nem megoldás, hanem további tönkremenethez vezet. A magáncsőd intézményében való belépésnek az egyik sarokpontja, tehát alapvetése, hogy az emberek 80%-át el kell ismerni annak a tartozásnak, amit a nyakába kényszerítettek. Ha nem ismeri el ezt a 80%-ot, nem is vehet részt ebbe az intézménybe. Gyakorlatilag akkor most jutunk el egy visszafelé haladva egy kicsit a következő fokozat, hogy mi az a 80%-os tartozás, amit el kell ismernie. Hogy tevődött össze? Gyakorlatilag mik ezek a dolgok, ami által egy új típusú rendszer valóban mindenféle gátlás nélkül, mindenféle társadalmi kontroll nélkül, mindenféle józanész nélkül, mert nevezzük így, a magyar lakosság még fizetőképes, de reménytelen helyzetben levő tagjait cinikusan kirabolják. Amikor ezt először hallottam a különböző híradásokból, nekem azt tűnt fel, hogy úgy néz ki, hogy ezzel akarják legitimalizálni a bankoknak azt a követelését az adósok felé, amit ők összeszélhámoskodtak a devizat hiteles csalással. Vagyis nem oldották meg a kérdést, mert a csődvédelem, és itt megint nem szívesen, de kénytelen vagyok ez egy amerikai példát hozni, ugye ott ez a Chapter 11 a cégeknél, és ott arról szól, hogy bírósági felügyelet alá helyezik a csődbe ment cégeket. Cleveland a konkrét eset volt a US Steel, óriás vállalat,
illetve a Republic Steel, aztán ugye ez átalakult. A lényeg az volt, a bíróság, hogy a védje az adóst a követelésektől, itt ez pont nem történik meg, hanem pontosan, hogy a követeléseket továbbra is fenntartják vele szemben. És a másik dolog az amerikai gyakorlatban az volt, hogy segítse ez a bíróság azt a gazdálkodást, hogy képes legyen lassan kijönni ebből az állapotból a cég, és újra talpra állja, mert a cég cél az, hogy működjön a gazdaságban ez a cég. Egy pár évvel ezelőtt a dr. Orvos Imre vetette föl ezt a kérdést, ezt a csődvédelmet, ez a családi csődvédelmi kérdést, de ott ugye a család védelmébe vetette föl, szembe ezekkel a képtelen követelésekkel. Ennek egy kiforgatott formáját látom itt visszaköszönni, amiről nem szólt eredetileg ez a dolog. Amikor ezt az amerikai kérdést vetem föl, pontosan ezért vagyok, ez az, ami nekem föltűnt, hogy ugye ott a csődvédelem értelmében az adóst védik, hogy képes legyen magát összeszedni, itt meg éppen ellenkezőleg rászállnak a vagyonára, rászállnak a jövedelmére, ami nem biztos, hogy lesz, és egyszerűen egy olyan követelés alapján, ami eleve látható, hogy egy csalás alapján jött létre. Tehát legitimalizálják a banknak azt a követelését, amit igazából trükkökkel hozott létre. Mert hogy lehet az, hogy a vagyon, ami fedezetként szolgált a kölcsönhöz, az ma már töredéke annak a követelésnek, amivel a bank föllép. Tehát eleve óriási probléma van, ilyen nem jöhetne létre. Ez körülbelül az összesnek az egyharmada, az összes követelésnek az egyharmada. Oda jön egy csődbiztos az adott embernek az életébe. Ez az adott ember, nem tudjuk, látja a jövedelmet, esetleg bemegy a lakásba, megnézi, fölméri a vagyont. Mi van akkor, ha mondjuk ez az ember azt mondja, hogy nem úgy tudod csak téged megvédeni, ha mondjuk ezt a képet eladnád, ezt a dolgot eladnád. Tehát mert a csőd ugye annyit jelent, hogy a csődnél maradjunk, a teljes vagyont felmérik, a teljes vagyonnak a lehet gazdálkodni. Most azt gondolom, hogy az ingatlan vagyon, az ingó vagyon, az értéktestmények nem tartoznak ide. Kettő. Mi van akkor, ha egy olyan csődbiztost pályáz vagy kap megbízást, aki mondjuk fölméri ezeket az ingatlanokat, valamilyen kapcsolata van, ne adja bizonyos olyan köröknek, akik mondjuk nem ezekkel, hanem mondjuk más szürke zónában dolgoznak, és rögtön kész vannak bizonyos, hogy mondjam, cselekmények. Tehát itt bizonyos dolgokat korlátozni kellene, és kettő, én azt gondolom, hogy ez a magáncsőd intézménye, ez nem a jó, hanem a rossz irányba vissza nagyon sok dolgot, de mondom, kritikát nem tudok olyan szinten mondani, hogy jogilag ugye kifogás sem, még nem működik, de én azt gondolom, sok nyitott kérdés van ebben. Nem feltételezés, hogy eladhatja ezeket a tárgyakat, hanem el is adhatja. Tehát joga van arra, hogy ezeket a tárgyakat ő értékesítse, sőt, az ingatlant kisebbre is cseréltetheti az adóssal. Nem adhatja az ingatlant, de kisebbre cserélheti annak az érdekében, hogy az tartozás, ami 80%-ban el lett ismertetve az adóssal, oda kerüljön a bankhoz, aki generált ezt az adósságot a levegőből. Tehát az, hogy amit te felvetettél, hogy visszaélésekre adhat-e okot ez, hogy kerülhet-e olyan kezekbe az a vagyon, ami természetesen a fekete vagy a szürke gazdaságban landol, és nagyon finoman fogalmaztam, most bűnözőkről beszélünk. Pontosan. Hát igen, ez lett a következő kérdés. Bocsánat, hogy közbeszóltam. Én nekem még az föltűnt, tehát, hogy ki képzi ki majd ezeket a csődbiztosokat, mert ez igen sokra lesz szükség. Most, hogyha a bank képzi ki őket, akkor ezek hajcsárok lesznek, nem csődbiztosok. És ezzel állandóan találkozom ezekkel a borzasztó hirtelenül kiképzett titánokkal, akik ilyen különböző modern programokkal, ilyen mindenféle olyan dolgokat tanítanak meg velük, ami nem feltétlenül egy konstruktív valami, és nem segíti a kibontakozást egy vállalkozásnak, stb. Tehát ez egy komoly gond lesz, hogy milyen ellenőrzése, meg milyen hatása lesz ezekre a kiképző intézeteknek, meg akármilyen iskolákra, bárkire, ezeknek a bankoknak. De még hogyha bele is mennénk abba, hogy ezt a kérdést vitatjuk, csak nyugodtan menjünk vissza ugye a kérdés elejére. A rendszer, tehát a társadalom szervezete, az úgynevezett állam nem végezte el a munkát, és nem takarította ki a csalókat ebből a környezetből. Tehát azzal kellett volna kezdeni, és utána
vitatkozni arról, hogy valójában akkor milyen legitim követelés lehet esetleg, ami megmaradt azután, hogy lerendeztük a kérdést. No, de hát eleve egy érdekes kérdés az, hogy mi maradhatott, hogyha leszedjük azt a hasznot, amit a bank ezzel a csalással létrehozott, az ő banki játékaival, a banki szférában, a bankközi szférában, mert ott volt a legnagyobb csalás, mert ő igazából ezekkel a szerződésekkel a saját vagyonát egy magasabb szintre helyezve, saját magát helyezte jobb helyzetbe, és ez erről neki óriási haszna volt, amiből a adó semmit nem látott, de viszont ugye ezzel a trükkel, hogy az elszállnak ezek az árfolyamok, ezzel ő föltupírozta ezt az egészet egy szintre. De itt jön egy másik probléma. Az teljesen normális, hogyha X cég dolgozik valamivel, például acéláruval, megvásárolja valahol külföldre azt, amivel ő aztán majd dolgozik, akkor egy export-import szerződés jön létre, és általában pontosan az ilyen valuta árfolyam eltolódások miatt biztosítást helyeznek ezekre az üzletekre. És ebben az esetben, ha valóban történik is valami, a biztosító fizeti a különbséget. Ha itt létrejöttek ilyen dolgok, mint ugye amiről beszélünk, hogy itt egy befektetésről beszéltek, akkor hogy jöhet létre ilyen ügylet, ami nincs biztosítva, hogy az árfolyam eltolódott? Mert ha a kölcsönről van szó, akkor ott kéne, hogy legyen a biztosításnak, tehát nincs bebiztosítva a kölcsönadás. Tehát hát ugye, ha miután bele van építve egy ilyen struktúra, amiről ők nem beszéltek. Tehát egyrészt tehát a kliensnek a sérülékenysége duplán megnőtt, mert egyrészt nem tudja, hogy szórakozni fognak az ő helyzetével, és ugyanakkor be sincs biztosítva a károk ellen. De a haszonról meg nem is hozzák a tudomására, hogyha volt haszon. Ez azért érdekes dolog, mert egy kőszegi barátom küldött nekem egy levelet, ami a bank követelésével kapcsolatos, autóhiteles egyébként, az autóhitelekre is ki kellene térni, az autóhitelek forintosításáról is egy pár szót. És az van a levélben, hogy ugye tiltakozik az úriember az előző levelében, amire választ kapta, hogy hát nem volt forinta a deviza, egyáltalán deviza nem is létezett, nem volt devizaszámlája, ő nem látott devizát, és egyáltalán a pénzt se kapta meg. És a következő a válasza a banknak. A levélben Zolinak átküldtem, talán fel is olvashatnám szó szerint, de inkább a tömrön a lényeget, a bank a levelébe kijelent, hogy swap ügyletről volt szó, leírja nagybetűkkel a levélbe, hogy swap ügylet történt, kedves uram, emögött nem volt valuta, ez csak átváltás volt. Én mondtam Zolinak, ez nagyszerű, ezt nagyítsuk ki, és csináljuk óriás plakátokat belőle az utcán, mert a swap ügyletről van szó, akkor nem kölcsöt kapott az illető, hanem egy banki olyan üzletbe vonták meg, ahol a kockázata az üzletnek éppen az ő nyakába hároz. Ez egy biztonságőr, ez az úriember, ez nem befektető, ez az ember szeretett volna venni egy Suzuki-t 2 millió forintért, kifizetett 3-at és még követelnek rajta 2-t. Hát ez lett a következménye ennek az eseménynek, és hogyha ezek után elővesszük a kalapból, mint általában elő szoktunk húzni mindig egy kérdést, akkor mindig egy ulat húz elő, egy kérdés hozunk elő, akkor az van, hogy hogyan tudják forintosítani napi árfolyamon az autóhiteleket, ami nem forintosítás. Hát napi árfolyamon bárki tudja forintosítani a saját hitelét. Ez alatt a 10 év alatt, de legutoljára ezt az 5 évet, hogyha szorosabban vesszük, minden intézkedés a kormánynak a magyar lakosság ellen irányult ebbe a kérdésbe. Csak ebbe a kérdésbe hatványozottan észrevehető, de ha elővennék minden más kérdést, egyéb más kérdéseket, és néznék sorra, hogy a magyar lakosság érdekeit hányszor és hogyan képviselte a magyar állam, ami a lakosság érdekeit lenne hivatott, akkor felvetődik a kérdés, hogy ez az állam kit képvisel. Tehát kit képvisel? Mert ezt mondhatjuk ezt a bankokat, de mondhatjuk azt, hogy akárkit. Várom a véleményedeket erről. Ez feltűnő ennek az egész rendszernek az elképesztő gyöngesége, és az, hogy azok, akik ott oda kerülnek különböző állásokba, hogy azok mennyire bizonytalan egzisztenciák, és hogy mennyire nem vállalnak semmit, és mennyire nem tesznek semmit. Tehát ez a dolog most már körülbelül 25 éve így van,
mikor az első MDF-es veszvereség volt, előtte egy héttel MDF-es fiatalokkal találkoztam, és mondták, hogy na, mi lesz Gyula, most akkor mit gondolsz, mi lesz az eredménye? Mondom, majd kaptok 10%-at. De most ebből kicsit dübög mondtam, de nekem az volt az érzésem. És erre ők föl voltak háborodva, mert ugye az MDF az 40%-ot kapott ugye az első választás alkalmával, hogy hogy merészelem ezt csinálni. És akkor azt mondtam, nézzétek, az igazság az, amit ti nem értetek. Nektek volt 4 évetek, el kellett volna egy csomó dolgot rendezni, megcsinálni, nem oda beülni és élvezni azt, hogy kaptok egy kis fizetést, meg kocsival össze-vissza jártok, meg a világba utaztok, mindenféle kormányokat megnéztek, és akkor eljutottak a New Yorkba, sétáltatok Washington utcáján, esetleg voltatok Tokióba is, nem tudom minek, de mind nagyon jól, majdnem úgy viselkedtetek, mint egy turista, de tudjátok, az a helyzet, miután látom, semmit nem lehet csinálni, én visszamegyek Amerikába, egy kicsit összeszedem a dolgaimat, rendbe rakom, fél év múlva visszajövök. Ti kint lesztek az utcán, és körülbelül ott fogtok nyomorogni. És ez a probléma, hogy ez az úgynevezett réteg, ami állandóan bekerül ezzel az egész lehetetlen politikai rendszerrel, ugye se képzettsége, se tapasztalata, nyelveket nem ismernek külföldön, fogalmuk nincs, hogy kell mozogni, hogy kell ezekkel az emberekkel tárgyalni, megijednek, elütnek ilyen bankba. Tehát eleve úgy letakarítják őket, ahogy akarják, hát képtelnek ezeket a kérdéseket képviselni. De ez a probléma. Kik vannak jelenleg a parlamentben? A parlamentben fideszes többség van, de nem a fideszes többség az érdek, felejtsük el a pártokat. Fiatal, 20-30 éves, ifjú, juppi politikusok vannak, akik azt látják, hogy a pénz, 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 és gyakorlatilag elvenni, minél gyorsan meggazdagodni. Egyetlen egy dolgot nem tudnak, hogyha egy mezőgazdasági képpel élve, ha egy erdőt kitermelünk, és nem ültetünk mögé semmilyen új facsemetét, a termőföld lepusztul és sivataggá válik. A jelenlegi kormányzat azt tette, hogy az eltüntetett vagyonok mögé, az eltüntetett feldolgozóipar és ipar mögé nem telepített újat, a mezőgazdaságot szétverte, nem gondolkodott semmit, és nem gondolkodik újabb vállalkozások utánpótlás lehetőségében. És gyakorlatilag nem marad más, mint amit korábban is elmondtam, csak az egyetlen dolog a népnek, az ingatlan vagyonának az elvétel. És megint visszaköszön a magáncsőd intézménye. Mert az ingatlant már elveszem, de most már elveszem a festményeket, elveszek mindent elveszek. Gyakorlatilag a jelenlegi rendszer nem működhet tovább, mert pusztasággá, szaharai sivataggá tette az országot. És a Józsi kérdésére válasz az pedig egyetlen egy dolog, hogy miért a magyar nép ellen működik, azért kérem szépen, mert ez egy következmények nélküli ország. És addig, amíg valaki bűnözik, és nincs felelősségre vonva, röhögve fogja csinálni egész addig, amíg fejre nem csapnak. Fel kell állni, és meg kell mondani elég. És amíg ezt nem tesszük, el fogunk pusztulni. De én nem fogom hagyni, hogy elpusztuljunk, és remélem egyikünk se hagyja, és remélem fölállnak az emberek, mert felelősségre kell vonni a következő tények miatt a jelenlegi hatalmat, most csak a legutóbbi egy. Hova tűnt 3000 milliárdnyi magánnyugdíj vagyon? El lehet költeni, de tételes elszámolás mai napig országgyűlési és elszámolási törvény szerint nem történt volna. Hova tűnt a kolontári pénz? Hova tűntek az uniós felhasználási támogatások? Egy példát mondom. 2 kilométerre 10 kilométer bicikliút, egy sávos bicikliút, ugye, a Balatonnál 200 millió forintból épül meg, és ennek nincsen következménye. Nonsense. Tehát az embereket nem lehet hülyének nézni. A fenti politikusok teljes mértékben elvesztették a realitásukat a magyar néppel szemben, és álláspontom olyan társadalmi feszültség alakult ki ma Magyarországon a tényleges propaganda és a tényleges valós gazdasági helyzet között, amely valamiféle megoldást kíván. Ugye a megoldás az mi lenne, azt nem tudjuk, de visszatérve még egy dolog. Ha csak annyit tenne a kormányzat, hogy azt mondom, hogy az igazságot képviselem, és azt mondom, hogy nem engedem tovább szipolyozni a devizahitel kapcsán az embereket, már 3 millió embert jót tett,
Kettő, a kint dolgozó és főleg devizahitel miatt dolgozó embereknek a nagy részét visszahozna, kicsit levinné az adókat és vállalkozásra generál, helyre jön az ország. Ennek a folyamatnak az én meglátásom szerint és józan észre gondolkodva nagyon súlyos következmény lehetnek, és a társadalmi feszültséget érezve, és majd a migráns programmal szerintem át kell térnünk, jelenleg nem jósolok semmit, meg nem is akarok semmit jósolni, de ilyen szerintem nagyon rég nem volt, hogyha ezt nem mondják meg, és ezt a társam alulról kell, hogy megmondja.